Jó napot kívánok! Lakatos Péter vagyok, és Herman Gábor a vendégem. Szia, Gábor! Szervusz! Üdvözlök mindenkit! És ugye igazániból dr. Herman Gábor, mert hogy ez, itt arról beszélünk, hogy van, hogy fogszabályzó szakorvos. Ezt még értem, így nagyjából. Na most van egy olyan, hogy alvás orvos, vagy valami hasonló? Alvásfogászat. Igen. Ezt fejtsük ki, vagy ehhez kell az előző is valamennyire? Tehát nem, jó. De nem feltétlenül, ez az én személyes utamban nyilván előzmény, de nem feltétlenül. Tehát itt vannak, főleg az USA-ban csak alvásfogászattal foglalkozó kollégák, tehát végülis ez megáll, mint önálló szakterület a helyén. És hát ha itt kezdjük, akkor el lehet mondani azt, hogy végülis az alvás problémakör, ez egy elég globális problémakör, tehát itt egyrészt nagyon sok embert érint, sőt, ebben a vírus időszakban nagyon sok embert érint, és hát sok krónikus problémára, sok krónikus egészségi problémára mondják azt, hogy több lábon áll, tehát multifaktoriális problémakör, ez igaz az alvás problémára is, és az alvás orvoslás, tehát a szomnológia, régóta együtt dolgozik a fogászattal. Ez az együttműködés, ez most egy kicsit úgy fellendülőben van, tehát sokkal intenzívebb a kapcsolatfelvétel, és szerintem szép tímek alakulnak világszerte. Nagyjából két ok miatt van helye a fogászatnak végülis az alvás tímben. Az egyik a korai felismerés, ez az egyik legfontosabb ok, amiért erősödött a kapcsolat a fogászat és az alvásorvoslás között, hiszen nagyon sok, sőt az obstruktív szívnapnak nagy része felderítetlen, és ezért hívták segítségre azokat a szakmákat, akik egyfajta kapuőrként tevékenykedhetnek, ilyen a fogászat. Tehát a fogorvos felfedezhet olyan tüneteket, ami alapján felhívhatja a páciens figyelmét, hogy hoho, ezt ki kéne vizsgálni, mert lehet, hogy érintett az alvás minőség. Tehát ez az egyik legfontosabb szerepünk, a korai felismerés. És a terápiában az meg már egy régebbi dolog. Tehát a terápiában már régóta voltak úgymond horkolásgátlók, ebben ugye nagyon sokfajta készülék van, van polcról levehető horkolásgátló, és van egyénre készülő horkolásgátló, vagy azt mondom, hogy alvássavító készülék, mert nem minden alvás problémával bíró ember horkol, tehát nem akarom ezt feltétlenül horkolásra kisarkítani, de alapvetően a fogászat részt tud venni az aktív kezelésben is, az alvás tímen belül, és nagyjából ez a kettő, tehát ennél sokkal mélyebbre lehet menni itt az alvás témán belül, de összességében az alvás fogászat létét ezek a dolgok alapozzák meg, tehát van helye az alvás fogászatnak. Különös tekintettel arra, erre később esetleg beszéltünk, hogy ugye van egy klasszikus másik fogászati terület, az állkapocs izületi problémakör, amit hosszú évtizedeken keresztül teljesen külön kezeltünk az alvástól, míg nem történt a nagy felismerés, hogy hát valójában ez egy. Tehát nincs állkapocsizeti probléma, alvás probléma nélkül. Persze traumatikus állkapocsizeti probléma létezik önállóan, mondjuk valamilyen baleset, vagy küzdősport kapcsán, hogyha valakit megütnek, vagy megüti magát. De összességében a klasszikus reggel úgy ébredtem, hogy szájzáron van, reggel gyakortabb van kattogás az állkapocsizet környékén, vagy fülfájdalom. Tehát az állkapocsizeti tünetek elég jelentős rész reggeli súlyosbítással, vagy súlyosbodással társul, ami már eleve egy kapocs lehetne, de mindenképpen az állkapocs helyzete, az izmok befeszülése, az végülis összefonta ezt a kettőt. Tehát valójában most már azok a rendelők, akik alvásfogászattal foglalkoznak, az alvásfogászat és állkapocsizeti terápiával foglalkoznak, hiszen a kettőt nagyon nehéz leválasztani egymásról. Most említetted a korai felismerést. Ide egy picit menjünk vissza, ha lehetséges. Tehát amikor te látsz bizonyos jeleket, akkor majd erről beszéljünk egy picit. Tehát miből következtette arra, hogy itt valószínűleg valamilyen alvás probléma lehet, azzal, hogy benézel a páciens szájába? Több. Tehát nyilván egyfajta algoritmust kell végigvezetni, és nem is feltétlenül szájjelekről beszélünk, hanem arcjelekről beszélünk, és jelenségről beszélünk. Tehát összességében
Amikor azt mondjuk, hogy a fogorvos egyik fontos szerepe a korai felismerés, akkor ezt kezdhetjük úgy, hogy mondjuk gyermekkorról beszélünk. Ugye klasszikus azt mondanak, hogy alvás probléma egyelő felnőtt kor, pedig ez nem így van. Tehát alvás probléma minden korosztályt érint. És hát ugye az egyik legfontosabb területünk a gyermekkori fogszabályzási, nevezzük így rendellenességek, tehát amikor nem ideálisan áll a gyerek foga, mondjuk így, de hát nagyon szakmai ez rendellenesség számít. Tehát amikor a fogállásban látunk olyan jeleket, hogy nagyon előre áll a gyerek foga, azaz az álcsontja lehet, hogy hátul van, és nyitott harapásnak hívjuk azt, amikor belátunk a metszőfogak között. Tehát vannak azok a fogállási szituációk, amik felvetik azt, hogy a fogakat körülvevő külső és belső izomegyensúly felborult. Amikor feltételezhetjük a légzést, ugye az egyik kedvenc témád, a légzés felborulását, tehát ezek mondjuk az egyik csoport, tehát amikor találkozunk egy gyermekkel, akit a szülő, miatt, hogy így vagyunk szocializálva, fogai miatt viszel a rendelőbe, hogy szeretném, hogyha szép mosoly lenne majd a gyermekemnek felnőtt korában, és hogy szeretnénk ezzel valamit kezdeni, és akkor jön az első szintű kérdés, hogy vajon emellett a fogállás mellett a gyermek jól alszik-e. Tehát vannak nemzetközileg validált kérdőívek, tehát gyermek, serdő és felnőttkori alvás kérdőívek, amit ilyenkor az orvos kitöltet, vagy az alvásfogorvos, vagy az erre nyitott fogszabályozó orvos kitöltet a pacienssel vagy a paciens szüleivel, ami egyfajta, hogy is mondjam, ilyen ráébresztő dolog lehet, hogy hú, valóban vannak éjszakai megébredések, vannak rémálmok, fáradtan ébred, ki kell verni az ágyból, mert nagyon-nagyon nehezen indul be a nap, napközi fáradtság, vagy éppen a napközi túlpörgés. Tehát van egy csomó olyan kérdés ezekben a kérdőívekben, amik egyrészt felvetik azt, hogy hát igen, valóban azért az, hogy nem járok be a gyerekhez, mert hiszen már nem, tehát önállóan jár vécél, tehát nem kell minden nap bemennem hozzá, de azért összességében tényleg ez egy gyanús jelek, tehát lehet, hogy tényleg az alvás nem tökéletes. És hogyha ez így van, akkor tovább lehet lépni egy alvás vizsgálat irányában, tehát ez nem feltétlenül egy alvás laboros befekvést jelent, hanem vannak most már hazacipelhető egy-két éjszakára fölszerelhető alvásmonitorok, tehát ezt úgy hívják, hogy otthoni alvásmonitorozás. És ez a kettő, tehát a kérdőív plusz az alvásmonitor lesz a küszöbmérés, az, hogy tovább kell-e irányítani a gyermeket mondjuk mélyebb kivizsgálásra, akár fülögégeszet irányába, akár alvásorvoslás irányába. Tehát ezek a egyik klasszikus jelek, hogy fogállás szituáció, és akkor a fogálláshoz kapcsolódóan veti fel az orvos a különböző kérdőjéveket és a különböző felvetéseket. Na most mondtam, hogy a fogakat nézzük, hogyha most maradunk a szájon belül, akkor az alvás irányában nyitott fogorvos tovább nézelődhet, és további jelek árulkodhatnak itt az alvás érintettségéről, például a fognyaki íny visszahúzódás. Tehát, vagy a fogkopás. És ezek azért érdekes dolgok, mert az orvoslás jelenlegi paradigmája az, hogy minden genetikai. Tehát az, hogyha most a fogágy szakma megfogalmazásait nézzük, ugye biotípusként tekintünk az ínyre, hogy valakinek vékony biotípusa van, valakinek vastag biotípusa, nyilván a vastag biotípus ellenálló az olyan impulzusokra, amik mondjuk megsérthetik az ínt, és a vékony biotípus hajlamosabb az íny visszahúzódásra. De ugye ez el van fogadva, hogy ez genetika is kész. Na most, ugyanakkor ezzel nem lehet feltétlenül megmagyarázni azt, hogy akkor miért bizonyos fogcsoportok, miért bizonyos oldalak érintettek, vagy egyes fogak. És összességében az íny visszahúzódásnak van egy olyan elmélete, inkább így fogalmazunk, hiszen több elmélet fut egymás mellett, ami az éjszakai, tehát valójában két dolog játszhat szerepet itt, vagy nyithat utat az alvás irányába. Az egyik az alvás soráni parafunkciók, tehát a fogszorítás és fogcsikorgatás hihetetlen nagy ereje, ami a fogakat és a fogakat tartó csont és íny szerkezetet is érinti, tehát ez lehet az egyik ok, amiért az íny visszahúzódás bekövetkezik.
A másik pedig, hogy láttam, hogy Mester Károlyjal meg volt az interjú, hogy, az íny és a fogtartó szövetének a mikrocirkulációja lehet érintett. Tehát az, hogy akár az alvás során bekövetkezhetnek ezek az elzáródások, és vagy az alvás során a hormonális, vagy alvás érintettségét a hormonális változások hozzák létre ezt a mikrocirkulációt, vagy pedig a táplálkozás, de ez most kicsit messzire vezet. De tény az, hogy ez a kettő járulhat hozzá, hogy a lokális regeneráció és a lokális vagy globális terhelés hozza létre végül is az íny visszahozódást. Tehát ez lehet egy jel arra vonatkozólag, hogy hopp, ez egy íny visszahozódás, meg kéne nézni az alvást. Hasonló a fogkopás, és gyermekeknél pedig ez egy érdekes dolog, az elhúzódó fogváltás és a megsüllyedt tejfogak. Tehát alapvetően ez a két másik jel, amit figyelni szoktunk, és ami kapcsán felhívjuk a paciens figyelmét, hogy megint elhúzódott fogváltás, az lehet akár genetikai, akár családi, akár bármilyen az alváson kívülállók is lehetne, de az előbb említett krónikus alvás megvonás következményében kialakult hormonális és növekedési hormon változás hozhatja létre ezt az elnyúlt fogváltást, és a megsüllyedt tejfogak ez a másik, ami egyrészt a nagyon nagy erő, tehát a fogszorítás, plusz az előbb említett ok. Tehát ezek lehetnek megint olyan apropók, ami kapcsán felvethetjük az alvás érintettséget. És aztán nézhetünk tovább, ami persze már határterület a fülorgégészet és a fogászat között, tehát a megduzzadt mandulák, a nyelv pöttyedtsége, vagy éppensége, a foglenyomatok a nyelv oldalán utalhatnak megint a feszültségre, ami fellép a szájon belül. És aztán jöhetünk ki az arc megfigyelésére, hiszen a karikás szemek, a hosszúkás arc, a nem túl kifejezett arckomponensek vethetik fel a krónikus szájlégzés kérdését, ami megtudjuk, hogy a szájlégzés hajlamosít az alvászavarok egyik típusára, az a légzés típus alvászavarra. Tehát összességében van bőven megfigyelni való, és ezek alapján vethetjük fel akkor azt, hogy itt ezt tovább kell vizsgálni. Hiszen, ha most megnézzük, ez nem pusztán arról szól, hogy mondjuk az alvás orvoslásnak szívességet teszünk, és a páciensnek is szívességet teszünk, hanem elképzelhető az is, hogy ha mondjuk egy olyan páciens szájban kezdünk el fogszabályozó kezelést, aki éjszaka hatalmas munkát végez, sokkal nagyobb lesz a mellékhatás esélye, hiszen mi is egyedül erőt viszünk be a rendszerben, közben ő meg ezt csinálja azt, amit fogszorítás vagy fogcsikorgatás szintén csinálhat. Tehát bázi ez önvédelem is a szakmának, hogy mellékhatásmentesebben és könnyebben menjen a kezelésünk. Tehát akkor azt mondhatjuk, bocsánat, hogy jellemzően a belépési pont az valamilyen esztétikai probléma, tehát jellemzően gondolom ezzel keresnek meg, hogy össze-vissza állnak a fogai a gyereknek, és ehhez képest többet kapnak tőletek, mert hogy ha kiderül, hogy emögött valamilyen egyéb ok is van, tehát legyen akkor a légzés, meg az alvás, akkor igazából ti sokkal komplettebben fogtok ebben gondolkodni, és nem csak egy mechanikai megoldást kínáltok, ugye maga a fogszabályzó, vagy esetleg a fogak kihúzása, hanem azt mondjátok, hogy ez még valamennyire, és nyilván itt kor szerint, tehát nyilván minél idősebb valaki, annál nehezebb, és minél fiatalabb, annál könnyebb, gondolom, hiszen valószínűleg fiatalon ez sokkal plaszticidebb az emberi arc, ugye? Tehát mondjuk mennyi az a, szoktam nézni ugye a Mike Mew-nak a fényképeit, amit néha feltölt, egészen döbbenetes képeket tesz fel néha. Szóval meddig rugalmas annyira az emberi arc, hogy remekül alakítható, amikor problémát láttok? Itt most valójában burkoltam, több kérdést tettél fel egyszerre. És megválaszolni mindegyiket. Tehát alapvetően, hogyha most közelítünk az arcváltozástól és Mike Mew-tól, akkor klasszikusan ugye az orthotropics az egy gyermekkori beavatkozás. Tehát ideálisan ők ezt a 4-5-6 éves korban szeretik elkezdeni, és maga a protokoll az a 12-14-nél áll le. Tehát ez a jellemző orthotropic generáció. Tehát ez viszont nem jelenti azt, hogy később ne lehetne
biológiai módon kezelni egy páciens. Tehát itt, hogyha elfogadjuk azt, hogy tehát most nagyon megosztó kijelentések következnek itt fogszabályzó társadalmon belül, tehát ha elfogadjuk azt, hogy a fogak állása nem genetikai, és az adott fogállás mögött sokkal inkább áll egy testegyensúly vagy testegyensúlyvesztés, akkor ez egy nagyon felszabadító érzés fogszabályzós oldalról, hiszen akkor azt mondhatjuk, hogy formázható az az álcsont méret sebészet, fokhúzás nélkül későbbi korokban is, vagy az álcsont pozíció, hiszen az egyik leggyakoribb probléma visszatér az alvásra is felnőtt korban az állkapocs helyzete, tehát az alsó álcsont helyzete. És ugye nagy kérdés... Bocsánat, hadd kérdezzek körbe, mert itt néha elszórsz ilyen kis kincseket, de aztán átlépsz rajta, én meg itt, nekem ez nagyon tetszik, ugye mert a testtartást hirtelen megemlítetted, és én szerintem nagyon kevés ember gondolna arra, hogy a fogak helyzete, az állkapocs helyzete, nyilván akkor a fejhelyzete is, kapcsolódik általában a testtartáshoz, és azért azt elmondhatjuk, hogy a mostani gyermekek nem arról híresek, hogy csodálatos testtartásuk van. Tehát ez összefügg akkor ezek szerint? Csak hogy ezt a szülők is értsék, mert remélem, hogy sok szülő nézi azt majd. Jó, amíg miért megválaszom, akkor megválaszom az előző kérdésnek az első felét, hogy való igaz, itt ez egy elég jelentős paradigmaváltás, egyrészt szakmán belül, másrészt pedig összociálisan, hiszen abban nevelkedtünk, hogy a cipőt a cipészhez. Tehát ugye a fogak állása az a fogszabályzó orvoshoz tartozik, és minden más az meg majd messz egy másik, vagy visszük a másik helyre. Tehát amikor egy fogszabályzó orvos elkezd arról beszélni, hogy alvás, légzés, testtartás, azt elég furán veszik elsőre. Tehát itt ez egy edukációs folyamat, ami elindult, tehát nem azt mondom, hogy én vagyok az első, aki ezt állítja, hogy a logopédia, a légzésterápia összefügg a fogak állásával, vagy legalábbis a fogszabályzó kezést elég jelentősen tudja támogatni. De tény az, hogy itt általában van egy meglepődés, van egy konfliktus helyzet, tehát végülis ezek a típusú rendelők, akik így próbálják a fogszabályzást űzni, egy elég erőteljes edukációs folyamatnak kell, hogy kezdik a beszélgetést, hogy igen, ez nem az a rendelő, itt nem arról fog szólni, hogy erőnek erejével, sebészettel, fokhúzással beállítunk valamit, és azt ott tartjuk erőnek erejével életünk végéig, hanem megpróbáljuk a lehető leginkább figyelme venni az a környezetet, amiben ez az egész kialakult. És akkor megválaszolom a második részét az előző kérdésednek, hogy itt valójában a fogszabályzás már nem az egységes fogszabályzás. Tehát az, hogy a páciens végül is mit fog dönteni, ez az ő döntése. Tehát én valójában tájékoztatom őt, ugye ez az önkéntes orvosi szolgáltatás, vagy orvosi beavatkozásnak a mikéntje, hogy én elmondom az előnyöket, hátrányokat, és a páciens dönt. Tehát van, aki egyszerűen nem akar ezzel foglalkozni. Nem megy át az információ, nem ér rá, nem akar ennyi pénzt rászánni, ez az a döntés. De valójában egy páciensnek több különböző kezelési alternatívát is fel lehet állítani, egy ilyen nagyon-nagyon ökobioholisztikusat, meg egy olyat, ami tényleg a fogakról szól, és ezt a páciens eldönti majd, hogy melyikkel szeretne foglalkozni. Tehát több út van, páciens dönt, mi feladatunk az, hogy informáljuk. És valóban, és most érek vissza a kérdésedre, amit most legutóbb feltettél, hogy amikor azt mondjuk, hogy a fogak állása az nem genetikai, a genetika az egy icipici hajlamosító tényező, de nem determinált. Tehát ugye ez a könyvedben is van a genetika, epigenetika kérdés. Hogy a fogak tekintetében az epigenetikát lehet úgy is értelmezni, hogy az állkapos csont nem része a koponyának. Az állkapos csont helyzetét különböző izmok, mindegyfajta marionettvábú felfüggesztése biztosítja, és hogyha a teljes izomrendszer valamilyen irányban kitér az ideálistól, most ez előre-hátra, jobbra-balra teljesen lényegtelen most az elv szempontjából, akkor megváltozik a fogak helyzete, megváltozik a külső-belső izomzat egyensúlya, azok az erők, amik a fogakra hatnak, innentől kezdve valójában a fogak azt követik. Tehát ez az izom egyensúly elmélet nem új, tehát ez létezett már korábban is, mint egyfajta elmélet arra vonatkozó, hogy a fogak miért állnak úgy, ahogy állnak. Az egyik nagyon klasszikus ábra egy fogszabályzós tankönyvben egy afrikai
serdülő vagy fiatal felnőtt, akinek valamilyen baktérium elpusztította az orcának a külső részét, és a nyelvhatása fog dőlnek ki. Tehát ez egy nagyon klasszikus ábra erre az izomegyensúly elméletre vonatkozólag, és valójában ez alapján próbáljuk a dolgokat kezelni ebben az alvás központú vagy multidisziplináris kezelésben, amikor szeretnénk egy új egyensúly állapotot létrehozni a fogak körül. Mennyire probléma az, hogy manapság sokkal kevesebb szilárd ételt, vagy nehezen rágható ételt eszünk, hanem minden előre van kvázi emésztve szinte. Ennek van hatása arra, hogy milyen az arcformánk, milyen a fogazatunk? Gondolom igen, de hát ezt te jobban látod. Igen, ez egy jó kérdés. Most van egy kis csoport, most volt tavaly egy kongresszus, ahol az egyik kollégám azt tűzte ki célul, hogy írjunk egy könyvet, hogyan lehet egy egészséges fogazatú gyermeket nevelni. És most éppen a bevezetőt írtuk, vagy hát remélem lesz ebből a könyvből, aztán valami. A lényeg az, hogy ez egy összetett dolog. Tehát ahhoz, hogy a gyermek foga úgy áll a végén, ahogy áll, vagy ugye az adott korban, ahhoz sok minden vezet. És megint csak megemlítem a Mester Károlynak a munkásságát, hiszen ugye az ő, tehát amikor megismertem az ő munkásságát, akkor az egyfajta ilyen lámpafelkapcsolás volt, hiszen ugye amikor epigenetikáról beszélünk, és a környezet hatásáról, vagy a környezet potenciális hatásairól, ami befolyásolja majd azt, hogy hogyan alakul a testünk, és hogyan alakul az egészségünk, akkor ez a folyamat, ez már jóval hamarabb elkezdődik, tehát nem feltétlenül azon múlik most, hogy persze azon is múlik, hogy most szilárdat eszünk, vagy nem szilárdat eszünk, de ez már hamarabb megágyazódhat éppenséggel, hogy a fogaink hogy fognak állni. De visszatérve konkrétan a kérdésedre, tehát a rágás abszolút egy impulzus, ami van a Wolf törvény, hogy a teniszezők munkásabb keze sokkal kondenzebb vagy densebb csontozatot jelent, és nyilván a csont fejlődéséhez kell a munka. De hát ez aztán még tovább is vezet, hiszen a kognitív képesség is összefügg a rágással, tehát vannak publikációk arra vonatkozóak, hogy aki nem rág, annak ugye az esze sem fog annyira, ugyanúgy, mint a markolási erő, tehát mind a kettővel voltak, ugye vannak vizsgálatok, hogy igenis, a rágás ez rendkívül fontos, nem csak a gyermekünk arcfejlődése szempontjából, hanem az iskolai teljesítménye szempontjából is. Amikor valaki, akár gyerekkel, akár fiatal felnőttel találkozol, és van egy gyanút, hogy esetleg szállégző, még anélkül, hogy a kérdőívet kitöltötték volna, stb., akkor egyrészt mit nézel, hogy amire azt mondod, hogy valószínű, hogy erről szól a történet, másrészt ezt mi okozhatja? Tehát mert nagyon sokan ugye magát az arcot, hiszen csontos, egyfajta statikus állománynak gondolják, és azt gondolják, az olyan, tehát hogy ugye megint a genetika, hát azért nézel így ki, mert apád is így nézett ki, vagy anyád is így nézett ki. Ehhez képest sokszor azt látjuk, hogy esetleg a környezet is hat rá, és akkor vissza a kérdésre, hogy mit nézel rajta, és mit látsz, és mire következtetsz? Tehát az előbb már volt erről szó, hogy mit néz a fogorvos, és kitértem arra, hogy az arcot is nézzük. Ugye, ami az arc szájlégzésre utaló jeleit, vagy pontosabban mik azok a jelek, amik a szájlégzésre utalnak, több. Tehát ugye kezdjük mégis a szájon belüli dolgok előtűnésével. Tehát alapvetően fogorvosi, tehát általában a mosolyesztétikai kritérium is, vagy mosolyesztétikai szempont is, amikor mondjuk tervezünk valakinek egy mosolyt, akár esztétikai fogászat, akár fogszabályozás szempontjából, hogy amikor az illető paciens beszél és mosolyog, akkor mennyi fogat és ínyt mutat. Tehát az íny megmutatkozás, az van, akit nem zavar, van, akit zavar. Az íny kivillanása egyfajta szájlégzés jel lehet. Ez részben azért, mert általában a kronikus nyitott szájú embereknek a felsőajka inaktív, rövidebb a felsőajak. Másrészt pedig van ez a másik kifejezés, hogy hosszúkás arc, vagy long face,
és ez pedig a nagyon-nagyon hosszú ideje fönnálló arc, tehát szárvégzésnek az arc megjelenési jele. Tehát ugye ez a, az egyik dolog, amit megfigyelek, az az, hogy tényleg mennyire villan ki az íny mosoly és beszéd során. A másik tényleg, hogy a hangképzés, tehát bizonyos hangok képzésénél egy csomó esetben a felső fogak átveszik a szerepét a felső ajaknak, tehát ez a, amikor beszélgetünk a pacienssel, ugye ez megint a szájlégzésnek és az inaktív felső ajaknak a következménye. A harmadik az tényleg az, hogy az arckomponense, tehát van ez a nagyon világos vagy fehérbőrű, nem ki igazán a járomcsontak lelaposodásával járó és nagyon fáradt szemű, ez a long face szindrómának a klasszikus arc megjelenése. Tehát ezek a jelei. Tehát ezek mind azok, amik arra utalhatnak, meg hát persze a beszéd közben légzés, tehát mennyire kakkod a légzésnél, a levegő után beszéd során, mennyire, mikor beszélek a szülővel, mennyire spontán nyílik ki a száj, és akkor ezek már mind jelek lehetnek arra vonatkozólag is, és van olyan is, hogy beszélgetünk a szülővel, a gyereknek folyamatosan csukva van a szája, de azért úgy ezek az inkivillanás, meg az egyéb jelek, azért megkérdezem, hogy és éjszaka esetleg kinyílik a gyerek szája? És azért kiderül elég sok esetben, hogy igen, tehát az alvás során viszont spontán kinyílik a szem. Tehát általában ezek azok, amiket figyelek a konzultáció során. Uh-huh. A száj kiszáradás, az mennyire tipikus a pácienseidnél? Nyilván, hogyha szállélegzők, akkor talán inkább. Ezeket te mennyire látod? Csak azért kérdezem, mint összefüggés, mert nyilván, ha kiszárad a száj, de mindig javíts ki, hogyha butaságot kérdeznék, akkor azért esélyesebb, hogy megváltozik a mikrobiom, hogy egy kicsit akkor megint visszaköstünk más vendégeknek is, a podcast vendégeknek is a programjára, mert nagyon sokan ugye a bél mikrobiomjáról beszélnek, de nem beszélnek a szájéről, ugye? Tehát, összességében megint visszamennék egy kérdések korábbra, mert nem csak azt kérdezted meg, hogy mit figyelünk, hanem mi lehet az oka. És ez egy kicsit összefügg azzal, amit most is kérdeztél, hogy általában itt ez a tyúk és tojás egy kicsit már úgy nagyjából nehezen leválasztható, mert egyrészt fogszabályzó, tehát csak azt hozzáteszem, hogy fogszabályzó készüléket viselő pácienseknek az ajka általában ki van száradva, de ez szerintem másra függ össze. Tehát alapvetően a készülék önmagában változtat meg olyan környezetet, ami miatt elég gyakori a páciensek szájkiszáradása. De még mielőtt elkezdődik a fogszabályzás, nagyon sematikusan mondhatjuk azt, hogy a szájlégzés hajlamosít a szájkiszáradásra, de most én ezt nem ütöm le, ezt a point feltétlenül, tehát nem ezzel akarok kezdeni. Azt akarom viszont hozzátenni, hogy ugye a krónikus szájlégzésnek nagyon gyakori együttjárója a megduzzadt mandulák kérdése. És akkor itt megérkezünk majd Butaikóhoz, hogy ez most akkor tyúk vagy tojás. Hogy azért van nyitva a gyerek szája, mert nem tud máskor levegőt venni, hiszen megvan a duzzadva a mandulája, vagy azért van megduzzadva a mandulája, mert a száján vesz levegőt. És ugye Butaikó szerint a válasz az az, hogy a mandulák megduzzadása másodlagos, mert hogy az orr nem tudja megszűrni a baktériumokat, és gyakorlatilag egy az egyben mennek be a bacik a szájon keresztül. És összességében egyébként ezzel kapcsolatban azt meg lehet figyelni, hogy és akkor válaszolok a kérdésedre, hogy a szájlégző embereknek a mikroflórája meg tud változni, igenis, tehát nem csak a mandulájuk hajlamosabb a megduzzadásra, hanem az ínyük is hajlamosabb a gyulladásra. Tehát igenis, van egy mikroflóra változás a szájlégző emberek esetében, a szájon belül is. Az, hogy most ez milyen összefüggésben a kiszáradt ajakkal, most ebben nem igazán tudok állást foglalni, de szerintem másodlagos, mert összességében ez egy nagyon látványos folyamat tud lenni, hogy szájlégző gyulladtabbi megduzzadt mandula. És akkor ez egy kör. Most a tyúk és tojás kérdését szinte leválasztva, de miután ha az a válasz, hogy nem tudjuk pontosan az okot, akkor is ilyen, és általában is igaz ez, ilyen
sörétes puskaszerűen kell haladni, tehát hogy nem tudjuk a sniperről, shotgun, tehát hogy nem a célzott terápia, hanem akkor minden potenciális multifaktoriális ok, tehát multilaterális kezelés, tehát minden potenciális szinten bele kell másznunk, ahol csak lehet. Tehát a légzésterápiát igenis részévé kell tenni a kezelésnek, még akkor is, hogyha a fülgégész úgy dönt, hogy a mandulát kisebbíti vagy eltávolítja. És akkor megválaszolom azt a kérdésedet is, hogy vajon mi lehet az oka a szájlégzésnek, és hogy ennek a mikrobiomnak van-e összefüggése ebben. És igenis vannak publikációk, tehát ugye a leaky gut általános, tehát ugye az áteresztő bélszindróma, ugye most maradjunk a magyar nyelvnél, tehát az áteresztő bélszindróma általános gyulladási állapot, vagy általános gyulladási korkép, és a felső légutak krónikus begyulladása az egy jól összekapcsolható dolog, tehát erre vannak publikációk, amik ezt alátámasztják, hogy ezek egy vonalba húzhatók, tehát ez következmény a felső légúti gyulladás az áteresztő szindrómával és az általános gyulladási állapottal, és akkor már nem nehéz elképzelnünk, hogy akinek gyakran majd bedúzadva az olnyárkártyája, az arcüreg, az elkezd szájon venni levegőt. Tehát ez az egyik klasszikus ok, ami összekötheti az általános egészségi állapotot a kialakuló szájlégzéssel, de ennél egy picit összetettebb a dolog, hiszen akkor még nem beszéltünk a Mester Károly-féle gyakorlatilag fejlődési rendellenességgel, ami gyakorlatilag az embriónál elvonja az erőforrásokat az agy számára az középarctól, hiszen az ő által megfigyelt malacoknál is ugye az ornál volt az egyik legjobban megfigyelhető alulfejlettség. És nem beszéltünk a stressz szindrómáról, ami azt jelenti, hogy valamiért kialakul az a fajta stressz szint a gyermekben, ami elősegíti a szájlégzést. Tehát ez lehet pszichés stressz, lehet fizikai stressz, vagy akár lenézte a szülőkről, hiszen ez lehet egy mimitizmus is gyakorlatilag, hogy a szülők szájlégzik, akkor a gyerek miért venne az orrán levegőt. Tehát számtalan ok vezethet arra, hogy a gyermek miért lesz szájlégző, és éppen ezért számtalan potenciális beavatkozási szinten kell ezt kezelni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy szűk a felső álcsont, nyilván van helye a fogszabályozásnak, hátul van az alsó álcsont, nyilván van helye a fogszabályozásnak, de az, hogy inaktív a felső ajak és hiperaktív általában az álcsúcs körüli izomzat és az alsó ajak, az logopédiai feladat, sőt, mielőtt logopédiai feladat, neurológiai feladat, hiszen ez egy beragadt csecsemőreflexnek vagy csecsemőreflexnek a következménye lehet, ami viszont megbontja a jobb és bal agyféltekét, ami viszont emeli a stressz szintet. Tehát gyakorlatilag a neurológia, a légzésterápia, a logopédia, a fogászat és a hozzá természetesen kapcsolódó fülorgégészet és alvásterápia, tehát a team az nagyjából így néz ki, hogy ahhoz, hogy ezt tényleg oki szinten tudjuk, a legmélyebben tudjuk kezelni. Mennyire gyakori az, hogy fogászati panasszal keresnek meg, kiderül közben esetleg, hogy itt alvással is gond van, kiderül, hogy a háttérben esetleg még viselkedészavar is van, és ahogy elkezdtek felfejteni és korrigálni ezeket a részleteket, egyszer csak a viselkedészavar az javul. Hát ugye ez elég sok helyen leírták, és elég sok szinten tapasztaljuk is. Tehát ugye az ADHD elképesztő ütemben terjed, ha így veszik, ez nem COVID. Bocsánat, hadd kérdezek közben, hogy terjed, tehát mint egyfajta pandémia, vagy egyre alacsonyabb szintre húzzuk be, akit annak minősítünk? Ó, ez egy jó kis beszélgetés. Tehát most nyilván, hogyha itt ülne egy gyermekpszichiáter, akkor azt, tehát sőt, azt mondom, hogy beszéltem a gyermekpszichiáterről, aki nem ezt mondja, de nagyon sok olyan szakértő képviseli az utóbbi álláspontot, hogy valójában nem lett több, csak a mércét toltuk lejjebb. Tehát jobb, precízebb, ugye ezt most az autizmus spektrumban mondják leginkább, de az ADHD-re is. Ugye az ADHD most összeveti gomba az ADD-vel, tehát most szélesebb, tehát simán lehet persze, hogy a diagnosztikai kritériumok változása hoz létre nagyobb számot, de ez nem magyarázza azt az exponenciálisan növekedő számot, ami mind az autizmusnál, mind az ADHD-nál megfigyelhető. Tehát nyilván nem úgy terjed, mint a COVID, de hogy elképesztően növekszik a száma az ilyen típusú tünetekkel bíró gyerekeknek,
vagy egy gyerekeknek és felnőtteknek, az egyértelmű. És akkor a kérdés megint az ok, és elég sok cikk foglalkozik azzal, hogy ADHD vagy ADHD jellegű tünetei vannak a krónikus alvás megvonási gyerekeknek. Most megint az, hogy most tyúk vagy tojás, de tény az, hogyha sikeresen tudunk behatni az alvás, vagy ráhatni az alvásra, akkor javulnak az ADHD-s tünetek. Tehát van helye, és most a fogászatot mondod, de valójában ez egy team, tehát nem csak a fogászat, hiszen a logopédia még azt egy talán hatékonyabb, mint a fogászat maga. Tehát azt mondom, hogy a nem klasszikus gyermekpszichiátria, nem klasszikus alvásorvoslást támogató fog és szájkörüli, tehát most kraniofaciális funkciós medicinának neveztem el végül is ezt a dolgot, mert hogy végül is ugye ez egy team, amiben a fogorvos mellett, vagy a fogorvos inkább a másik mellett, nem akarom magammal fölé vermelni, tehát logopédia, testterápia és természetesen légzésterápia vesz részt. Az, amit kívülről talán kevésbé látni, hát kivéve, hogyha valaki rettenetesen szájlélegző, az a nyelv pozíciója. Ugye? És amit azért nehéz elválasztani a testtartástól, ezt talán mondhatjuk, ugye? Sőt, ugye a nyelvnek stabilizáló szerepe is van. Erre van néhány kutatás, ami a sportolóknál mért erőkülönbséget, hogyha valakinek stabil helyzetben volt a nyelve, vagy nyitva volt a szája, és a nyelv nem volt a szájpadláson. Szóval itt ti mennyire látjátok azt, hogy a nyelv az egy ilyen kiemelten fontos területe? Nyilván minden kiemelten fontos, most már kiderült, de hogy erre talán a többség nem gondol, hogy bizony a nyelv is ennek része. Hát az igazság, hogy ebben a körben azért abszolút igen. Tehát ebben a körben, tehát ahol most Mike Newról beszélgetünk, meg a funkcionális... Bocsánat, én a nézőkre gondoltam. A nézők nyilván nem. Tehát a nézők azt tudják, hogy a fogak szépen állnak, vagy nem szépen állnak, hiszen így lettünk szocializálva. Tehát ezt senki ne vegye magára, mert ebben élünk, hogy fogak azok úgy vannak. Még a röntgen, ugye, hogy a klasszikus fogszabályzási diagnózisnál a minimum feltételek a röntgenek, meg a szájvizsgálat, de a funkcionális vizsgálat nem. És vagy csak kevés iskolában. Tehát összességében valahogy hajlamosan fogjuk megfeledkezni a fogakat környező lányrészekről és azoknak a funkciójáról. És ebben valóban a nyelvnek nagyon nagy feladata van, hiszen megint csak ugye ez egy klasszikus kaszkád, és nagyon logikusan hangzik, de nem feltétlenül csak ez az egy logikus menete van a dolgok kifejlődésében, de nyilvánvaló, amikor valamiért kialakul a szájlégzés, akkor a nyelv végül is egyfajta szívességet tesz, és lecsücsül a szájfenékre. És onnantól kezdve ott is marad, tehát alapvetően az alappozíciója is az, és a nyelés során sem emelkedik igazán föl a szájpadlás terében, ezáltal nem inspirálja a felső ácsontot, blablabla. Bla. Tehát van egy csomó következmény, ami a krónikus szájlégzés és az alulsó nyelv pozícióból következik. Tehát addig nincs sikeres kezelés, tehát hiába próbálkozom mondjuk szájlégzést orrlégzéssé alakítani, hogyha közben nem inspiráljuk a nyelvet a felemelkedésre. Csak ennél egy picit ez összetettebb, mert ugye nagyon sok, tehát meg megint ez benne a körben, tehát ebben a funkcionálisan orientált fogszabályzós vagy kraniofaciális körben ugye vizsgálják a nyelvfék feszességét, tehát az a kicsi szárnyacska vagy vitorla, ami a nyelvet a szájfenékhez köti, ez mennyire feszes, mennyire enged a nyelvnek szabad mozgást, mennyire van szükség annak a felszabadítására, és ez vajon megint csak része-e valamilyen emberagadt baby reflexnek. Tehát ezeket nem lehet leválasztani egymásról, mert küzdhet a logopédus, küzdhet a légzésterapeuta, hogyha közben van egy beragadt valamilyen baba reflex. Nyilván, amiről beszélünk, az egy mechanikai probléma. Igen. Amit neurológiailag nehéz átírni, mert a gát továbbra is ott van, ugye? Jól sejtem. Hát mindegyik, meg kell vizsgálni mindegy komponást, igen. Tehát lehet, hogy dolgozunk sokat az egyiken, de közben miután van egy mechanikai probléma, tehát valóban, hogyha le van tapadva a nyelvfék, akkor azt fel kell nyújtani, vagy fel kell szabadítani. Uh-huh. Ez ilyenkor ugye nagyon sokszor a szülők azt veszik észre, hogy furcsa a nyelése a gyereknek, ugye? Hát ha fel van borulva a funkciós környezet, akkor az egyik, amit megfigyelhet, az, hogy nagyon
gusztustalan leszik a gyerek, vagy, vagy a beszédje. Tehát ugye itt a logopédiai problémák bizonyos részeit nem lehet leválasztani erről az általános stressz helyzetről. Tehát van egy felborult egyensúly állapot, aminek egyik megnyilvánulási formája lehet az, hogy, hogy nem túl szépen eszik, és a másik az, hogy a beszédhangok képzésében van probléma. Uh-huh. Az alvás problémánál említetted ugye a növekedést, erre jól emlékszem? Igen. Az lehetséges-e, hogy, hogy az a gyermek, amelyik mondjuk szállélegző, tehát horkol vagy nem horkol, ez most teljesen indiferens, de hiperventilál gyakorlatilag mondjuk az éjszaka, hogy az nem kerül a mély alvás olyan fázisaiba annyiszor és annyit, hogy a növekedéséhez szükséges növekedési hormon kifejtse a hatását? Igen, igen, igen. Ez... Ez az alvás kapcsán gondolom volt már egy pár beszélgetés, és még lesz is, hiszen ezt nem lehet elégszer mondani, és elégszer végigbeszélni. De tehát egyrészt a mély alvás rendkívül fontos ugye a növekedési hormon beindítása szempontjából. Másrészt az alvásnál, hogy az alvás deficitnél ugye azok a bizonyos hormonok, amik az éhségérzetet befolyásolják, felborulhatnak, tehát gyakori az elhízás. Tehát tehát a gyermekkori elhízás is könnyű úgy kezelni, hogy ugyan már te nem vagy egy jó fej, mert túl sokat eszel, vagy pedig az alvás oldalról megközelíteni. Tehát nem feltétlenül az egyetlen célvezető út a pacienst hibáztatni, hogy ő nem volt kellően hatékony a diétájában, hiszen ha nem tudjuk az alvást biztosítani, akkor ez sajnos következik. Tehát igen, alapvetően a növekedés, álcsonövekedés, fogváltás, regeneráció, kognitív képességek, ez mind érintett lehet az alvás elmaradás, vagy alvás deficit során, vagy alvás deficit következtében. Na ez lett volna a másik kérdésem, hogy megint csak mennyire látjátok azt, hogy közben, miközben dolgoztok az esztétikai célokon, és persze nyilván dolgoztok a mögöttesen is, mondjuk a tanulmányi eredmények csodálatosan elkezdenek javulni. Sok minden elkezd pozitívan változni, tehát az arcberendezés, tehát ugye a paciens vagy a paciens szülő azt érzi, hogy elkezd élni az arc. Tehát ahogy beindulnak ezek a funkciók, egészen más lesz az arcnak a megjelenés, ez az egyik, és a másik pedig valóban ez a sportteljesítmény, iskolai teljesítmény és a viselkedés. Abszolút ezek a viselkedési problémáknak a lecsendesedése. Tehát ezek mind olyan következmények, amiket megfigyel a család is. Abszolút. Uh-huh. Én pár éve megjelentettem egy cikket még a Facebookon, elég sokan osztották meg, ugye ez a Szebb gyereket akarsz című kérdés volt, ami nyilván provokatív volt, és ugye azt a kérdést tettem fel, hogy vajon köze van-e a például a légzésnek és alvásnak ahhoz, hogy egy gyerek az esztétikailag szebb lesz, akár okosabb lesz, vagy jobban viselkedik, és akkor érdekes volt, hogy egyrészt nagyon sokan osztották, mert provokatív volt, hát ez teljesen világos, másrészt több szakember, hát szerintem konkrétan lehülyéztek. Tehát ők egyébként olyan szakemberek voltak, akik nyilvánvalóan ez nekik még nem volt ismert, alapvetően azt gondolom, és teljes mértékben ugye szembe ment a genetika és epigenetika okán említett törvényekkel. Jön a kérdés is, figyelj! Tehát, hogy mennyire jellemző az, hogy ti, akik ezt csináljátok, azok most még inkább egyedül vannak ebben, és úgy próbáltok még embereket behozni a táborba, hogy hát azért vegyék észre, hogy itt többről van szó, mint genetika. Nem a többség, ez tény. Uh-huh. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye hagyományosan azt mondják, hogy a fogszabályozásban Európa mindig is a funkcionális iskolát képviselte valamilyen szinten, és az USA volt a nagyon technokrata, ragasztott készülékes. De ez nagyjából most már így elmosódott, és például Mike New példája egy nagyon jó példa arra, hogy ő és az édesapja milyen csatározásoknak van kitéve az angol szakmán belül. És egy nagyon faramúci helyzet van most a fogszabályozásban. Tehát alapvetően van egy hármas paradigma, ami alapján a jelenlegi fogszabályozás, a mainstream, tehát a nagy-nagy-nagy fogszabályozási szakma működik, és az egyik az, hogy ez egy genetikai eredetű dolog, és lokális,
tehát nem függ össze semmi más. És a harmadik az, hogyha már ez kialakult, akkor ez patológia. Tehát ezt meg kell változtatni, mert egyébként problémákat fog hozni maga után. És hát valójában egyiket sem tudja bizonyítani. Tehát se nem genetikai, se nem lokális, se nem patológia. Tehát ez az utóbbi, ez a legizgalmasabb kérdés, hogy meg kell-e változtatni. Tehát, hogyha valaki tök jól érzi magát a bőrében pókharapóként, mert van két szög egyenes fogsorra, tök szépen, most, de nem tökéletesen passzolnak egymással, mondjuk a hátsó fogak területén, de el van, sportol, jól alszik, tök jól el van, hogy kötelezően beavatkozni, mert igaz-e az az állítás, hogyha ezt nem állítjuk be akármilyen anatomi idealizmusba, akkor neki ilyen is olyan következményei lesznek, és ez nem igaz. Tehát ez gyakorlatilag sem innen, sem onnan nem nyer bizonyítást, tehát a fogszabályozó kezelés végén elvileg anatomiai beállított embereknek is lehet állkapocsizati problémája, és lehet bármilyen imprecessziója, bármilyen problémája, míg nem bizonyított, hogy aki nem tökéletes harapással bír, az biztos, hogy kifejleszti ezek azok problémák valamelyikét. Tehát van egy szakma, amelyik ezen a elég ingoványos hármas pilléren alapul, és egyre több oldalról érzi támadva magát. Tehát, hogy most jönnek ezek a funkcionális emberkék, ezek a Mike Newk, akik a miofunkcionális trénereket, tehát ugye a miofunkcionális fogszabályzásnak hívják azokat, amik ugye a külső-belső izomegyensúly alapja. Tehát gyakorlatilag maga a szakma, a nagy halmaz szakma támadva érzi magát egy csomó oldalról, de mikor megkérdezik tőle, hogy jó, és akkor mutasd te azt a bizonyítékot, ami alapján te működsz, akkor hát mi önkéntesként fogjuk fel ezt a kezelést, és csak azt kezeljük, aki tényleg belevág, de ha már belevágunk, akkor megcsináljuk az anatómia tökéletességet. De ha megkérdeznék, hogy de miért? Mert azt gondoljuk, hogy jó, de ez az azt gondoljuk, az egyetlen érv. Tehát az a baj, hogy van egy szakma, amelyik még a mai napig ráfenyeget páciens azért, mert nem tökéletes a anatómiai viszony a szájában, hogy neki ilyen is ilyen problémája lesz. Rábeszél fokozásos műtétes kezelést úgy, hogy közben magának a fokozásnak és a műtétnek a mellékhatása magasabb, mint a kezelés elmaradásának a potenciális következménye. Tehát ez egy komoly identitás probléma most a jelenlegi fogszabályozásban szerintem. De mégis, ugye a status quo, hát most nem mondok más, de összességében valóban azokat a csoportosulásokat, akik azt mondják, hogy hát ezt az egész kezelést más alapokon kéne elkezdeni, össze kéne fogni, teamben kéne kezelni, ami persze bonyolultabb, hiszen logisztikailag kihívás, anyagilag kihívás a páciensnek, lemozsolhat a páciens, tehát alapvetően vannak kihívások, ez nem azt mondom, hogy egy nagyon egyszerű dolog egy teamkezelést menedzselni, akár a praxis oldaláról, akár a páciens oldaláról, de a páciens legnagyobb érdeke az ez, hiszen így kezelhetjük a legkisebb intenzitással és a potenciális legtöbb előnnyel. Tehát ez valóban most egy átalakulási folyamat. Én azt gondolom, hogy a COVID és az ilyen válságok leginkább arra ébresztik majd az embereket rá, hogy az egészségük az egy érték, és sokkal inkább fognak most már az ilyen típusú kezelések iránt nyitottá válni. Eddig egyébként már ezelőtt is az volt, hogy az a potenciális meglepődés, ez nem akkora meglepődés, az inkább egy ilyen leesett a tantusz, hogy most, hát persze, hát most már 12 hónapja járunk valamilyen fejlesztésre, és volt dévény, és járunk logopédushoz, ja, és azért vannak ilyenek, vagy van fűzője, és ilyen az állkapcsa, hogy akkor a gerincfertőzés összefügghet az állkapcs helyzetével. Tehát azért elég sok páciensnél ez már így leesik. Mennyi az a tudás, amit az oktatásban szedt, tehát a szervezett oktatásban, ami a fogszabályzó szakorvos címhez kellett, tehát mennyi az, amit használsz, és mondjuk ehhez képest mennyi az, amit azóta tanultál? Hiszen azt tudom, hogy iszonyat mennyiségű kurzuson veszel részt magad is, tehát mész mindenhová, és tanulsz. Tehát ha arányokat nézünk, akkor mennyi ebből az, amit megtanultál az iskolapadban és a gyakorlaton, és mennyi az, amit azóta hozzá tanultál? És akkor ehhez képest ebből hogyan használod ezt a napi szinten? Tehát fairnek kell lenni, tehát azt gondolom, hogy Európában vagyunk, Magyarországon vagyunk, egy olyan környezetben, ahol a
kivehető fogszabályozó készülékes oktatásnak megvannak az alapjai. Tehát mindenképpen fernek kell lenni, hogy a kivehető készülékek a második világháború után terjedtek el leginkább, amikor az volt, hogy kevés pénz van, és hogyan lehetne a leghatékonyabban eljutni egy szabályos, jól működő fogazati. Tehát ezeknek az iskoláknak azért a hagyatéka megvan Magyarországon. Tehát ezt nem mondom, hogy minden kuka, amit az ember az alapképzésben szerzett. De tény az, hogy a napi praxisban a fogszabályozás azért sokkal inkább ezen az előbb említett hármas alapon nyugszik. Tehát az, hogy genetika, lokális, patológia. És ehhez képest kellenek azok a pici ajtók, amiket az ember időként kinyit. Tehát ugye most a karrierem során voltak ezek az ajtók, ahol hirtelen egy másik leg nyílt meg, aztán lett egy másik ajtó, és egy másik ajtó, és egy másik ajtó. Tehát nyilvánvalóan a jelenlegi egyetemen nem oktatják a primitív reflexeket, hogy azok összefüggnek a fogszabályozással, vagy az epigenetikát, hogy az nem a genetika a leglényegesebb, hanem a környezet, és hogy hogyan lehet mondjuk egy logopédus, testterapeuta, légzésterapeuta tímet üzemeltetni. Tehát ezek még nem az alapképzés részei, de vannak már, ugye az ipari érdek az mindig lehet pozitív is, meg negatív is, tehát nyilván vannak olyan cégek, akik trénereket árulnak, tehát abban érdekeltek, hogy az emberek trénereket használják, és hozzá már egy ilyen miofunkcionális oktatást is társítanak, tehát alapvetően azért az én végzésemhez képest ez már sokkal könnyebben hozzáférhető a fiatal kollégák számára, de a pázió kockákat nem rakják még össze igazán. Tehát az, hogy ez egy teljesen egy képé álljon, hiszen most gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a fogszabályozásban sosem volt kinyilatkozva az, hogy mi az általános egészségért felelősek vagyunk. Tehát ez az egyik legnagyobb újdonság ebben az egészben, hogy itt nincs fogazati egészség izolálva, nincs nyerés egészség izolálva, nincs állkapocs egészség izolálva, hanem egy globális páciens egyensúlyról, globális páciens egészségről beszélünk, és ez túl nagy falat. Tehát azért egy szakma számára, ami fogakat állít, ez túl nagy felelősség. Tehát csomó helyen, ahol ezt így kinyilatkoztatom, megtámadnak, hogy ez nem igaz, ez arrogancia, ez nem bizonyított. De alapvetően, amikor ezt a láncot így összerakjuk, hogy a genetika nem bizonyított már, tehát valami más okozat, hogy összefüggésben kell lenni, és hogyha ez a felborulás megvan, és az alvás, tehát ugye gyakorlatilag nem kell olyan sokat lépkedni ezen a kaszkádon, mert azt mondjuk, hogy most már azt mondjuk, hogy az alvás és a fogak állása valamilyen szinten kapcsolódik. Tehát azt mondja, hogy az amerikai fogászati szövetség alapelvárása, hogy a fogorvosok legyenek az első szintű szűrők az alvás egészség szempontjából. Alvás egészség egyenlő légutak mérete, de az alvás egészség valójában az egészség maga, hiszen ha valaki nem alszik, akkor abban elég könnyen belehalhat valamilyen formában. Tehát azért összességében mi igenis részt veszünk egy általános egészség javítás folyamatban, és ez egy nagyon nagy váltás felfogásban, hogy a fogszabályozó orvos végre megkapja az orvost, tehát végre orvosként tevékenykedhetünk, hogy valóban egészség a fő cél, nem csak a szépség. Tudom, hogy te nagyon jó baráti kapcsolatban vagy Patrick McEwennel. Mennyire tipikus az, hogy egy fogszabályozó szakorvos légzéssel foglalkozik? Tehát akár butejkó légzéssel, hogy ezt most így nevesítjük is. Hát ez egy kör. Tehát ahol a Patricket megismertem, az egy kör. Tehát itt ez egy érdekes dolog egyébként, mert nagyjából egybeesik azzal, amikor nekem volt egy időben ilyen allergiás, asztmába hajló dolgom, és itt Magyarországon nem a Patricken és rajtad keresztül, hanem a Gyulán keresztül végül is elvégeztem annak idején a butejkó tanfolyamot. Tehát ez volt az első impulzus a személyes. És aztán van egy mentorom Kaliforniában, ahol érdekes módon, tehát azok a logopédusok, tehát amerikai logopédusok, akiket megismertem, azok valahogy a butejkóval kezdtek el akkor együtt, tehát pontosan a butejkót kapcsolták a saját munkájukhoz, és akkor előbb-utóbb ehhez a körhöz kapcsolódott a Patrick. Tehát végül is most ebben a
a funkcionális irányultságú fogorvos, logopédus körben egy nagyon ismert személyiség lett, és nagyon sok konferencián ad elő, nagyon sok kurzust szervez az USA-ban, szerte a világon. Tehát végül is így tartottunk több helyen előadást együtt, vagy pedig találkoztunk. Elhangzott a Mike Mew-nak a neve többször. Ugye van egy olyan, ami most már szó is, tehát ez már bekerült a különféle szótárakba is, ugye a mewing, mint szó. Elmesélnéd, mi ez? Ugye nagyon elég népszerű kifejezés a do it yourself, ez a do it yourself logopédia, tehát végig is ezt így fogalmaznám meg. Nyilván minden előnyével és hátrányával. Tehát szerintem kevés fogorvos lehet ennyire büszke magára, hogy virálissá vált ez, amit kitalált. Nem tudom, hogy mennyire volt tudatos, de mindenképpen elismerés. Amikor John és Mike Mew megalkották az ortotopik rendszert, akkor nem feltétlenül az általuk kitalált, hiszen ez általában a funkciós felfogás orvosi körben ez a stabil orrlégzés, zárt ajak, nyelv fent a szápadláson, csak ehhez teszik hozzá még a műjék, hogy a fogak enyhe összezárása. Tehát ugye ez a négy principiuma van az ortotropiknak, és ez így tök jó. És akkor például Patrickkel beszélgettünk ezen, hogy és mennyire tág az a gyakorlat sor, amit úgy általában a világ logopédusai feladnak, és aztán 4-5-6 gyakorlatból azért ez összehozható, és nyilván volt gondolat, hogy hát most ha van 4-5 gyakorlat, hogy lehet kihagyni egy szintet, hogy lehet el a logopédus fizikai látogatása nélkül valamit csinálni. Hát ez eddig szerintem nem is kritizálható, nyilván logopédusok hozzá tudnának ezt szólni, hogy lehet gyakorlatot rosszul is csinálni, és bizonyára ez így is van. De összességében szerintem az, hogy emberek szeretnének változást, tehát lehet otthon is edzeni, tehát lehet a test alkaton is változtatni, lehet otthon diétázni, főzni, egészséges táplálkozással kezdeni, és miért lehetne mondjuk az arcot formálni. Tehát végül is szerintem ez nem egy eredetnek gondolat, hogy emberek elkezdenek gyakorlatokat csinálni annak érdekében, hogy a probléma a miértem van. Tehát itt az a megfigyelés, hogy nagyon sok mewingot végző embernek nagyon jelentős önképzavara van. Tehát valójában az látszik, hogy ezekben a szubkultúrákban azért alapvetően itt nagyon jelentős, szerintem szuicid szintig eljutó önképzavaros emberek csinálják ezt, és akár úgy, hogy magukat ütik, tehát hogy a bizonyos, tehát Brad Pitté akar mindenki válni. Tehát szerintem van ennek egy ilyen mellékhajtása is, de összességében az, hogyha valaki YouTube videók alapján elkezd otthon gyakorolni, és azzal tudja formálni a fogazatát, tehát azáltal, hogy megváltoztatja a külső és belső izomkörnyezetet, ezzel nekem semmi probléma nincs. Mondom én nekem az, hogy látszik akár a videókon, akár személyes beszélgetésen, hogy és ez a biohacker vonalra is igaz egy picit, hogy nagyon sok ember valójában először egy coachingon, vagy pedig egy neurológiai kiegyensúlyozáson kéne, hogy átmenjen, mielőtt belevágjanak be. Uh-huh. Tehát az elvárások néha túl nagyok. Tehát nem állítunk. Ha jól látom, neked is indul egy online programod. Ugye? Kaptam róla múltkor egy linket. Aki erre feliratkozik, majd én ki fogom tenni a linkjét nyilván a podcast alá. Mire számíthat? Egyrészt kinek szól ez az online programod, és nagyjából mire számíthat? Ez a Covid nagyon sok mindenre megtanított minket, és valójában előrehozott olyan dolgokat, amiket szerettem volna máskor is, vagy más formában is megvalósítani, de most itt az idő, és akkor lehet ezzel intenzíven foglalkozni. Ráadásul, ha elfogadjuk azt, hogy mondjuk a felnőttkori és a serdülőkori alvás probléma, a felnőttkori és serdülőkori állkapocsizati probléma miért lett gyakoribb és súlyosabb az izoláció alatt, és ezt elfogadjuk, hogy ez nem testi okok miatt, hanem
biopszichoszociális okok miatt, tehát ennek ugye számtalan összetevője van az izoláltság, a stressz és egyéb, akkor van helye olyan online programoknak, amelyek otthoni, mondjuk a Newing példáját vél, otthoni gyakorlatokkal, otthoni coachinggal, életmódvezetéssel képesek paciensek állapotán javítani. Tehát ez még csak egy teaser volt, tehát ez a program most készült, tehát külföldi kollégákkal is közösen, tehát ez nagyjából arra kell számítani, hogy vannak eszközök, amikkel tudunk segíteni az akut problémákon, tehát ki tudunk postázni eszközöket. Itt az online, az valában egy offline kezelésnek lesz egy online változata. Tehát lesz egy abszolút online és offline verzió is, ami álkapocsizület, alvás és a gyermekkori fogszabályozó kezelések előkezelését jelenti. Tehát mindegyik erős neurológiai lábakon áll, tehát itt azt kell látni, hogy a stressz helyzet és a beragadt baby reflexek jelenléte mind a három területen gyakorlatilag betonozza ezt a problémát, tehát addig nagyon nehéz lesz mind logopédiailag, mind fogszabályozásra tovább lépni, amíg ezeket nem tudjuk kiegyensúlyozni, tehát van egy elég bőséges neurológiai kérdőív, van egy felmérés, egy baby reflex felmérés, ami alapján individualizált gyakorlatokat kap a paciens, mellé kap erős butaikó bázisú légzőgyakorlatokat, vagy légzés tréninget, hiszen ezt emeljük, és olyan gyakorlatokat, amik ugye a felnyaki szinten egy kicsit lazítják az állkapocs helyzetét. Ugye ez egy nagyjából 8-7-es program. Tehát ez amit akár esetén teljesen online is le fogunk tudni tolni, hogyha megint teljes bezárás lesz, de összességében ennek lesz egy teljesen rendelő változata is. Ugye az a legnagyobb kihívás általában ezeknek a kezeléseknek, beleértve a klasszikus logopédiát is, meg a gyógytornát, hogy a paciens kitartás és a paciens együttműködése hogy tartható fenn. És ezek a programok, amin dolgozom, ezek tartalmaznak egyfajta motivációs rendszert is. Tehát nem értelmetlen úgy programot elkezdeni, hogy közben úgy tessék itt van, és vigyed és csinálj valamit, hanem megpróbáljuk a paciens kezét fogni a teljes időszak alatt, tehát ebben van gyakorlat, amit otthon csinál, és van egy online képzés, és kérdésfelelek, és egyfajta közösség, tehát ez egy ilyen kis paciens csoportoknak a vezetése. Tehát próbálom minden csoportdinamikát, minden, ami edukáció, minden, ami gyakorlat úgy átadni, hogy ez benne tudjuk tartani a pácienst a rendszerben. Tehát ez a program bázisa. Erre épül fel majd a gyermek és felnőtt állkapocs és alvás, és a felnőtt serdülő állkapocs és alvás, és a gyermekkori fogszabályozó előkezelés program. Ezek 8-7-es programok. Okay. Végre még egy kérdés. Ebben az egész lezárósdiban volt lehetőséged akár többet jobban edzeni, vagy mozogni, odafigyelni jobban az étkezésre? Tehát erre mennyire tudtál figyelni? Én alapvetően egy elég szigorú napirendben élek, Covid-tól függetlenül is, azt hiszem. És azt is figyeltem meg, tehát én kérdeztem gyerekeket, akiket láttam, hogy ki az, aki tudta. Tehát gyakorlatilag azok a gyerekek nem estek ki az elhízás, akármiből, akik tudták tartani a napirendjüket. Tehát összességében én azt hiszem tartottam ugyanazt, amit a bezártság előtt. Nagy híve vagyok a Strong First-nek és a Grand Force-nak. Tehát azt gondolom, hogy ebbe a neurológiai vonalba ez mind a kettő tökéletesen beilleszkedik. Tehát az a neurológus, akinek a mentorálása mellett csinálom ezt a programot a kollégákkal, azt mondja, hogy az elemi reflex terápia mindaddig nem ér semmit, amíg a testtartó izomzatnak jól nem foglalkozunk. Tehát gyakorlatilag a testtartó izomzatának az erősítése a szerves részekre, hogy legyen egy testi kiegyensúlyozásnak, egy jobb és bal agyfélteke programnak, egy primitív reflex integrációs programnak. Tehát azt gondolom, hogy a kettlebell, a ground force, ez mind a kettő tökéletesen alátámasztja ezt a vonalat, és mind a kettő alkalmazhatóvá teszi ezt. Ebben. Tehát azt gondolom, hogy nyilván egzisztenciálisan nagyon sok embert nagyon nem jól érint, és nyilván
egy praxisnak is, amikor be kell zárni, akkor nagyon nehéz az alkalmazottakat megtartani, de összességében meg egyfajta megújulást provokál, tehát azt gondolom, hogy ez egy más rendőr, amit kinyitunk, mint ami a bezárás előtt volt. Gábor, én köszönöm szépen ezt az egy órát, kicsivel több is lett. Sok sikert az újranyitáshoz. Remélem, hogy ez gyors lesz, meg fájdalommentes, meg sikeres. És nekem nagyon tanulságos volt, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy lesz ennek majd második része. Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Köszönöm, további jó napot kívánok. Nektek is. Sziasztok, szia. Szia.